Még a napfényvárosában is ritka az a forróság, amely ma hevítette Szegedet. Ilyen magas hőmérséklet legutóbb 10 éve volt itt, akkor csak majdnem elérte, holnap azonban meg is haladhatja a hőség a 40 fokot. Sokan nem veszik komolyan a kánikula veszélyeit, mert ugye a nyár úgy az igazi, ha jó meleg, de az egészséges ember szervezetét is megviseli a kíméletlen hőség. Azt már biztosan hallotta mindenki, hogy ilyenkor többet kell inni, de ez nem elég. Mivel az izzadsággal rendkívüli mennyiségű sót tudunk veszíteni, és egy ilyen, ennek a só hiánya gyengeséget okoz, egy általános gyengeséget, fáradékonyságot, rossz közérzetet, ugyanakkor, hogyha egy valamilyen sósabb ételt fogyaszt, vagy, ahogy mondtam, akár a teába, üdítőbe, nagyon pici, nem kell sok, tehát kicsit sót teszünk bele, ha nem is minden egyes pohárhoz, az mindjárt egy kicsit helyre billenti a szervezet egyensúlyát. Ha tehetjük, ne tartózkodjunk a tűző napon. Ha mégsem mehetünk árnyékba, akkor védenünk kell a fejünket. Ha nem vagyunk a szabadban, a tartós meleg akkor is hatással lesz ránk, mert a hőségben kitágulnak a vérerek. Ilyenkor a vérnyomás általában csökken. Tehát egy egészséges embernek is csökken a vérnyomása, illetve aki magas vérnyomásos és szedi a gyógyszereit, azt veszi észre, hogy azok a vérnyomás csökkentők sokkal jobban leviszik a vérnyomását, mint a téli időszakban. Tehát nagyon sokszor szoktuk javasolni, hogy ilyenkor lehet csökkenteni. Hogy mit lehet ellene tenni? Hát az, hogy a folyadékteret kell növelni, tehát folyadékot kell fogyasztani, hiszen azzal, hogyha a vér mennyiségét meg tudjuk növelni, akkor azzal azt a kieső nyomást lehet pótolni. Ha nem tudunk hűtött helyiségben tartózkodni, akkor zuhanyozással csökkenthetjük a testünk hőmérsékletét. Amikor megtehetjük, inkább maradjunk a kinti meleghez képest hűvösebb, elsötétített lakásban, és csak kora reggel vagy késő este mozduljunk ki a szabadba.